Testünk, vérünk érte adni, a hazához hívnek lenni. Honvéderekjék 1848-49-ből címmel nyílt kiállítás október 6-án a Nemzeti Múzeumban. A rendhagyó tárlat Mádai Norbert 30 éve gyarapodó gyűjteményéből nyújt válogatást. Erekjéket, festményeket, litográfiákat, fegyvereket és felszerelési tárgyakat, díszszabjákat mutat be, olyan relikviákat, amelyek múzeumi gyűjteményekben is ritkán vagy egyáltalán nem fordulnak elő. A kiállítást Benkő Tibor honvédelmi miniszter nyitotta meg, aki hangsúlyozta, elődeink, őseink és hőseink felruháztak bennünket azzal a joggal, hogy tovább vigyük eszmeiségüket. És amikor ezeket a tárgyakat majd itt megtekinthetjük, akkor mindig próbáljuk mögé gondolni az embert. Azt az embert, aki magán viselte, alkalmazta, használta, aki saját életét védte vele, vagy szeretteinek életét biztosította ezáltal. Az új nemzedék ne csak egy tárgyat lásson abból, amit itt majd megtekinthetünk, hanem a tárgy mögött mindig lássa azt a szenvedést, azokat a kínokat, amelyekben a magyarságnak, a magyar embereknek részük volt. Arad a magyar Golgota, mondta Kossuth Lajos. És mindig gondoljunk arra, hogy az az ezer éves történelem, ami mögöttünk van, több mint ezer éves történelem, az mindig a magyarok, a magyar emberek elszántságáról, csatározásáról, harcáról szólt. Varga Benedek, a Nemzeti Múzeum főigazgatója emlékeztetett, a magyar műgyűjtők tevékenysége nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a tárgyak öröksége megmaradjon, és ami ennél is fontosabb, Magyarországon maradjon. A mai gyűjtők egyéni érdeklődésük, gyűjtési szenvedélyük kielégítése mellett az egész társadalom számára végeztek elhivatott munkát, hiszen a trianoni országvesztés, a II. Világháború rombolásai, a kastélyok, udvarházak, háború alatti és 1945-öt követő fosztogatásai, sőt akár a kastélyok tárgyainak egyszerű széthordása, fölbecsülhetetlen értékű pusztítást vittek végbe a korábbi fegyvergyűjteményekben. És a mai gyűjtők nem kevés esetben személyes bátorságról is téve tanúbizonyságot, a szószoros értelmében a megsemmisüléstől mentették meg a múltunkat képviselő fegyvereket. Mádai Norbert kiemelte, ez a nap a magyar fegyvergyűjtőkről és a magyar fegyvergyűjtésről is szól, ami évtizedekig nem kapott kellő figyelmet, és ez a mai nap talán segít abban, hogy elismerjék erőfeszítéseiket. Minden esetben az a gondolat vezetett, hogy egyszer Magyarországnak legyen 48-as múzeuma, mert hogy nincs neki. A kiállításról, a kiállítás megnyitója előtt felmerül a kérdés, hogy mi magyarok tudunk-e még beszélgetni a tárgyainkkal. Ha a kiállítás tárgyaival sikerül a párbeszédet kialakítanunk, és megéreznünk a nagy 48-as generáció lelkületének rezdülését, ha meghalljuk a hangjukat, ha megértjük az üzenetüket, akkor általuk mi leszünk többek, gazdagabbak, igazabbak.